Wednesday és Enid ismét összevesztek. Ezt értem, és a szerelmemért kapod. Á, majd csak Primus. A Wednesday Enid harc egyre hevesebb. Mi történt, lányok? Már megint ezt csinálják. Engedd el, ne rossd tovább a helyzetet. Nem, úgy néz ki, hogy Mike nyaralás a tönkeben. Wednesday barátjának lenni nem könnyű. Haha, jól jártál. Láttad ezt, Taylor? Hé, hey, hova mentél? Egy látványos ugrásnak. Wow! Légy óvatos, drágám! Hoppá, Enid barátjával van egy kis gond. Szóval beragadtál, Boover? Ó, bocsánat, nem akartam. Jól vagyok, tessék, fogd meg ezt, lemegyek érte. A hűséges Mike nem hagyja a haverját bajban, és úgy tűnik, a srácok szavak nélkül is megértik egymást. Jól vagy, haver, köszi, megmentettél. Gyanús csend van. Ha-hú! Gyorsan keressük meg a lányokat. Ki tudja, hova vezethet a veszekedésük. Enid, ez nem tetszik. Megtaláltad őket? Nem. Lehet, hogy magukkal vitték a telefonjaikat. Az utolsó reményünk. Gyerünk! Mi ez a hely? Nem emlékszem, hogy kerültem ide. Enid, te vagy az? Persze, ki más reszketne így a félelemtől. Szia! Nem láttál engem? Ez gyerekes. Érdekes. Mutasd meg nekik, bárki is legyen az. Nyilvánvalóan elraboltak minket, de miért? Ha, értékelem a dekorációt. Ne nyomd meg, Wednesday Adams sosem tartja be a szabályokat. Csak még egy kicsit. Szállj le rólam, csonti. Nem tudod, hogy a nagy piros gombok csak bajt jelentenek? Nézd! Nézik a foglyokat. Azonnal engedjetek ki minket, különben nem vállalok felelősséget a tetteimért. Kérem, könyörgök, haza akarok menni! Ne hozd magad kínos helyzetbe, te tyúk. Ki van még ott? Megbeváltották a fenyegetéseiket. Hű, a mai titokzatos gazember imádja a sót. Jaj, ne! A lányainkat elrabolt egy őrült professzor. Milyen aljas dolgokra készül? Borzasztóan furcsa, nem igaz? Hello! Ezért még felelni fogsz. Örülj, hogy rács van köztünk. Túl messze van, hogy elér? A barátaink megtalálnak minket és megbüntetnek, érte? Majdnem elfelejtettem. Wednesday és Enid nem elérhetőek. Azt hiszed, hogy ezt megúszom? Először is derítsük ki, miért rabolt el. Van valami ötleted? Pont erre van szükségem. Au! Érezzétek magatokat otthon. Itt ragadtunk. Tudom, hogyan hívhatunk segítséget. Bár csak most a medence mellett pihenhetnék. Na, finom koktélok. Annyira hiányzik Taylor. Mi ez a vadarság? Nincs több jegyzett kislány. De a rajzaim! Haszontalan papírtarab. Ne sírj, kis farkas. Biztos kijutunk a saját lábunkon. Talán ott? Vagy ott? Aliha! Nem látta valaki őket? Nem, és sietek. Kár, hogy nem. De nem fogom feladni. Remélem, jól vagy, Skorpium. Próbáljuk meg kideríteni, hogy a járók előtt tudnak-e valamit. Szia, nem láttad ezt a lányt? Nem! Egész nap hiába kerestük őket. Nem tűnhettek csak úgy el. Találkoztál már vele? Ó, nézzük meg ott. Mindjárt visszajövök. Ó, ez biztos nem Enid. Talán itt bujkál. Enid, baby! Ez üres. És szörnyen büdös. Imádtam hallgatni a kínzási történeteidet. Ó, ez teljesen reménytelen. Soha többé nem fogom megölelni. Túl korai még elveszíteni a hitedet, tesó. Nézd csak, itt lesz egy médium. Biztos vagy benne. Nincs mit veszítened, menjünk. Kezdek kételkedni abban, hogy jó ötlet volt bejönni. Jobb, ha vigyázol és csendben maradsz. A hátborzongató aurától kiráz a hideg. Kapaszkodjatok, küldetésen vagyunk. Nem akarom így végezni, haver. Ó, a koponya nyilvánvalóan nem igazi. Vigyázzatok, srácok, a dumátok felébreszti a szellemeket, vagy egy fürge jövendő mondott. Szentég! Lám, fiúk, hello. Mit akartok Eleanortól a jósnőtől? Mondjátok meg! Mi csak a barátnőinket szeretnénk megtalálni. Láttam, hogy szeretitek őket. Jól van, helyezétek magatokat kényelembe. Egy pillanat múlva belevetitek magatokat a mágia titokzatos világába. Koncentráljatok az eltűntekkel kapcsolatos gondolataitokra. Addig is elkészítem a jellegzetes mandragóra főzetemet. Szükségem van még valamire. Nincs véletlenül egy gyíkfarkad. Igen, itt van valahol. Megfelel, Lady Eleanor. Csak a recept miatt kell. Te olyan aranyos vagy. Köszönöm, cukorfalat.
És az utolsó hozzávaló, szükségünk van a lányok ajándékaira valami személyesre. Megvan, bár csak működne. Tökéletes. Mi a helyzet veled, fiatalember? Tudod, Wednesday nem igazán ad nekem ajándékot. Mi? Egyetlen apró emléktárgyat sem? Nem túl gyengéd. De várjunk csak, eszembe jutott, hol van a kulcstartóm? Tessék, egy szárított új király, mi? Hát jó, a szerelem a szerelem. Figyeljetek! Kezdődik az igazi varázslat. Babiti, babiti, trum, bum, bum, bum. A kapcsolat a természet felettivel létrejött. Megtörténik. Ha-ha! Egész életemben emlékezni fogok erre a napra. Wow! Elnézést kérek. Hatalmas varázslat. Viszketett az orrom, bocsi, folytassuk. Vedd fel nekem az igazságot, varázsgöm. Megparancsolom, hogy mutasd meg nekem Inidet és Wednesday. Nem látok semmit ebben a cuccban. Nem rossz. De át kellene váltanunk egy másik szellemadásra. Szeretem a szellemes okitoki videókat. Fergeteges! Milyen hasznos dolog a házban. Király! Mit keresünk mi itt? Ez a csaló médium nem fog segíteni nekünk megtalálni a lányokat. Mi ez a zaj? Eleanor felébresztette a WC szellemeit. Hűha! Ez az első alkalom, hogy üzeneteket kapok a csatornából. Ez Init kézírása. A csintezések nagyszerűek. Tudtam, hogy értékelni fogad. Van egy nyomom, Taylor. Egy segítségkérés Inittől, siess! Viszlát, ugodj be valamikor! Megnézek még egy videót. De kíváncsi vagyok. Bezárva lenni idegesítő. Gyerekkorom óta feltöröm az árakat, majd kitalálok valamit. Egy tanács Wednesday-edemtől, ha ki akarsz szökni a börtönből, használj minden eszközt. Ez használhatatlan, nincs más választásom. Túl messzire mentél, Hugi. És a zár még mindig épp és egyben van. Hát próbálja meg ezt a magam módján. Erre nem gondoltál? Hát, csak a robbanószerek az én műfajom. A professzor úr őrizetlenül hagyta a laptopját. Rendben, adj egy percet. Te pedig nézd meg, hogy nem jön a valaki. Lássuk csak. Mi ez egyáltalán? Jelszót kér! Wednesday, én nem tudok bejelentkezni. Hé, barátaim, találjátok ki a jelszót a megadott betűkből, és írjátok meg kommentben. Ott tűnik, Initnek futnia kell. Megvagy, ha-ha! Azonnal menj vissza a celládba. Mire vársz még, Sinclair? Mozgás! Ahogy akarja, professzor úr. Azt hiszem, meg kellett nem őket, hogy ne tudjanak átjutni a rácson. Ebédszünet! Ma ízletes és tápláló koktélok lesznek. Egy titokzatos hozzávalóval. Itt jól jön a hajuk. Kész vagyok. Szolgáljátok ki magatokat, lányok. Magatokra hagylak benneteket, hogy élvezzétek. Jó illata van, csak egy kérdésem. Ó, ez nagyon finom. A gazember tényleg nagyszerű. Itt az ideje, hogy kielégítsem a farkasészségemet. Nagyon édes, pont ahogy szeretem. Furcsán érzem magam. Fenéki! Hoppa, erre nem számította. Testet cseréltünk. Szent unikornisok. Utálom a fekete ruhát. És különben is a copfok nem állnak jól neked. A pánikolok. Remek, most már nem is vagyok a testemben. Akarsz cserélni? Na-na, vedd le az ékszereimet. Ettől el fogtok ájulni, Wednesday még soha nem nézett ki. A szappanbuborékot mindig felvidítanak. Kapd el, Morci! Most távol tőlem az aranyos dolgaidat! Viselkedjetek jól, én szundítok egy kicsit. Én itt este nem elég gyors. Tigris bukfenc! Van záj! Figyelmeztet meg tudok karatézni. Ideje távozni. Ne olyan gyorsan menj és nyisd ki a cellát, Taylor. Szabadság a lányoknak. Ígérem, hamarosan biztonságban lesztek. Init baby, annyira hiányoztál. Tegyél le! Nem kell a segítségünk. Nézd, mit dobott fel a WC. Megkaptátok az üzenetemet, és eljöttetek megmenteni az én hősöm.
Bosszút álltam. Mi? Köszönöm a szívélyes fogadtatást, de jobb, ha most elmegyek. Ó, ezek a srácok. A professzor rávet minket, hogy testet cseréljünk. Aha, nem csináltam semmit, ez az ő hibájuk. Elmondom nektek a történetet. Láttam, hogy a lányok apróságokon veszekszenek. Megint veszekedtek valami miatt. Úszni fogok vele. Nem én fogok. Add vissza. Azt hiszem, tudom, hogy oldjuk meg a helyzet. De ti folyamatosan segítettétek és támogattátok egymást. Hová tűnt Init és Wednesday, tesó? Azt hittem, miután testet cseréltek, barátságosabbak lesztek. Ez egy szép és értekes lecke. Hát megpróbáltad. Nekem köszönhetően megmenekültünk. Egyedül is boldogulnék. Ó, tényleg? Én ne karmolj már a saját karmaimmal! Nekem karmaim vannak. Eltöröm őket, ahogy letörlek téged a versenyen. Lányok, nyugodjatok meg, a barátom és én menőbbek vagyunk. Te nem vagy az. És ezt be is bizonyítjuk. Le a földre! Jaj! Hoppá! Oh! Ennyi. Végeztél. Lányok, mi történt? Ez. Nem. Az akadémia legcukibb párja verseny. Nem jutunk be. Kérlek, Taylor, kérlek. Oké, megcsináljuk. Hurrá, olyan nagyszerű vagy. Nem, ezek lányos versenyek. Erősnek kell lennem. Mit bámul? Meg tudom csinálni, csak még egy kicsit. Olyan, mintha lenne esélye legyőzni engem. Add fel! Oké, benne vagyok. Így van, haver. Na tessék, Wednesday barátja kontra Init barátja. Remélem, túléljük. Én is remélem. Hé, ne már! Mike, elfelejtettél valamit? A cipőnk leesett a harcban. Ó, ezek a lányok. Óvatosan. Szóval ki a legjobb barát? Egyértelműen nem te. Vak vagy? De mi a baj? Minden. Ez nem az én felem. Rossz oldalon állok, látod? Hoppá! Nos, ennek a páros ütközetnek nem lesz jó vége. Ó, nem akartam. Én is megtehetem, oké? Jaj, van nálam ragasztó a biztonság kedvéért. Nálam is. Meg kell ragasztanunk. Mit csinálsz? Hoppá, rossz párosítás, ez a tiéd. Ez a tiéd. Fúj, te most szórakozol velem. Micsoda nap. Init, Wednesday széttépte a képünket, mindent tönkre tesz. Igen, ez nem vicces. Mi van a vezeték nevével? Init Sinclair. Miért nem Eclair? Legalább cukin hangzik. Véged van. Félek. Mike, menj foglalkozz Taylorral. De... ahogy akarod. Taylor! De én nem akarok. Gyorsan! Oké. Nézd, tesó, ugye tudod, hogy nem akarom ezt csinálni? Nincs más választásom. Igen. Gyerünk, Taylor! Hú-hú! Ez szép. Tudod mit? Van egy ötletem. Gyerünk, menjünk. Lássuk, melyikünk a legjobb. Taylor, én hiszek benned. Oh, wow! Taylornak hatalmas problémái vannak. Ó, ez túl hangos volt. A hangokból ítélve a srácok nagyot verekedtek. Kezdek aggódni. Ó, Jézusom, nézzük meg. Mi van? Hogy viselkednek, mint a gyerekek? Erre nem számítottál, mi? Ezt kap, kikorcsolyázok. Igen, nem meglepő. Balhorog. És megvagy. Sajnálom, de te egy vesztes vagy a játékban. Ó, ne. Kérsz muffint, édesem? Édesem, láttad, hogy? Mint mindig, most is mindent nekem kell megcsinálnom, de én nyertem. Semmi baj. Tudom, hogy kell bánni a versenytársakkal. Lássuk csak. Ez tökéletes lesz. Egy kis fekete festék, és Init haja végre normálisan fog kinézni. Rázzuk fel, csak hogy biztosan működjön. Kész. Biztos vagyok benne, hogy nem fog neki tetszeni. Ó, van egy zseniális ötletem. Wednesday ruháinak kell egy kis felújítást, tetszeni fog neki az én zseniális tervezési megoldásom. Valaki jön. A lányok imádni fogják. Annyira izgatott vagyok.
Sziasztok! Megkaptuk az első páros megbízást, ez egy fotózás. Wednesday lesz egy páros fotózás. Enid, mit gondolsz róla? Ez őrület. Már van is egy ötletem. Nem, nem. Ez undorító, menj, mosd meg a hajad. Még mindig azt hiszed, hogy túlélhetjük ezt? Már nem vagyok benne biztos. Nos, készen állsz? Igen, maradj nyugton. Úgy látszik, itt nincs rám szükség. Segi tönkretette a kedvenc ruhámat. Hihi, szerintem jól áll. Ha-ha-ha! Mrs. Taylor? Megmostam, elégedett vagy? Szerintem jól áll neki. Hihi, most már tudom, ki lopja el a samponomat. Igen. Érzelmek, érzelmek! Oh, hello! Jó napot, fotózásra jöttünk. Fényt! Álljatok ide, így. Ez az. És most mosolyogjatok. Milyen aranyosak. Nos, megteszed? Én itt bármit megteszek, érted? Kire morogsz? Bocsánat, 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 Taylor, ne, ne csináld ezt! Túlságosan beleélte magát a szerepébe. Édesem, ez a tiéd. Gyönyörű. Köszönöm a fotózást. Alig várjuk, hogy lássuk a képeket. Ez a gonosz tevő eljött. Ki a jó fiú? Csak vicceltem. Király, holnap küldöm nektek a képeket. Majd teszek rá néhány szűrőt, hogy királyak legyenek. Ó, sziasztok! Most mi jövünk? Drágám, ezt jobb, ha elveszem. Nagyszerű, mondjátok, hogy cheese. Egy lánc furin néz ki, de mindennek Wednesday módon kell történnie. Ahogy akarod. Oh! Legyen néhány kép mozgásban. Badarság. Oh, köszönöm, izé. Na 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 na. Hey, Hash, ő az én barátnőm. Biztos, hogy ilyen képekre van szükségünk. Csak e-mailed meg a szemem, oké? A fotózásnak vége, és én örülök neki. Ó, hosszú nap volt! Mit gondolsz az eredményről? Hogy tetszik? Kinek a fotózása tetszik jobban? Melyik fotó a legjobb? Oszd meg gondolataidat kommentben! A következő feladatunk párosaink számára egy kulináris verseny. Melyik páros lenne ebben a legjobb? Ham! Hé, állj! Nem enni vagyunk itt! Az ilyen ételek csak a babáknak jók. Ez egy csata Wednesday barátja Mike és Enid barátja Taylor között. Lányok, foglaljátok el a székeket. Milyen székeket? Jól hallottam? A fiúk főzni fognak, a lányok pedig csak tippeket adnak. Nem vicces. Ki lesz a legjobb szakács? Győzzön a legjobb férfi! Ettől az egésztől kiráz a hideg. Nem értem, mi a gond. Ó, rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Láttad ezt? Ó, én is meg tudom csinálni. Ó, ez nem tetszik! Csak próbálj meg nem ellenkezni. Oké, kezdjük el. Remélem tudja, mit csinál. Bár nem, nem vagyok benne biztos. Hát, mikor máskor aggódna Mike ennyire a sütés miatt? Gyerünk, meg tudjuk csinálni, remélem. Ha, ez nem néz ki jól. Nem valószínű, hogy a kulináris remekművek így készülnek. De mi van, ha Mike és Taylor valami finomat főznek? Én félek. Én is. Gyerünk, Taylor, keverd meg. Kevesebb beszéd, Mike. Nincs itt semmi, amiből tésztát tudnék sodorni. Ah, miért is ne? Nos, itt van egy nagyszerű helyettesítője a sodrófának. Mami! Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan kell a tésztát keverni. A színes cukorka mindig jó ötlet, de ebben az esetben nem valószínű, hogy megmenti a helyzetet. Drágám, légy óvatos! Hú, az ujjak megmenekültek, szerencsére a szósz már kész. Finom! Igen, a tészta kész. Már csak be kell tenni a sütőbe és imádkozni, hogy megsüljenek a muffinok. Nem rossz. Csokiból sosem elég. Az utolsó simítás. Kész! Most pedig irány a sütő. Soha többé nem sütök. Az én barátom jobb. Nem, az enyém a jobb.
Ugyan már, hagyjátok abba! Hú, végre! Lássuk, mit tudnak! Jól néz ki, és jó illata van! Hát, ez is megteszi. Csak meg kell kóstolni a pompás ételeket. Micsoda, nem gondoltam volna, hogy... ha szükséges! Finom! Ez tökéletes! Nagyszerű, most te jössz, Wednesday! Oké, én mindig készen állok a kínzásra. Nem, ezúttal nem. Hé, az utolsó versenyünk egy táncos csata! Készen álltok? Mutassátok, mit tudtok! Op! Taylor, most az én módszeremmel táncolunk. Értem. Ismerd meg Inidet és Taylort a legaranyosabb tánccal. Hű, nézd azokat a finom, kecses mozdulatokat. Ezt nehéz lesz felülmúlni. Köszönjük, barátaim! Gyerünk, hess! Nincs nálam jobb ebben senki. A táncparketten Wednesday és az ő jellegzetes tánca. Ez a tekintet, ez a kifejezés. Michael együtt ez a híres tánc új színekben tündököl. Ki lett a közönség kedvence? Wednesday barátja vagy Inid barátja? Mindez pár másodperc múlva kiderül. Ó, te túl kedves vagy. Annyira kedves tőled. Köszönöm. Hé, ez az enyém. Nem, ez az enyém. Véget ér valaha is. Vajon hogyan kezdődött ez az egész? Engedd el. Nem, te engedd el. Éni, add ide azt a játékot. Az nem olyan fél és gyerekeknek való, mint te. Wednesday, de te utálod a rózsaszín. Valaki mentsen meg. Még egy incidens, és behívom az apjukat a suliba. Csöndet! Utálom az ajt. A fülem! Elkobzom hosszú lábú mami. Egyik őtök sem kapja meg. Oda tartozik, ahová tartozik. Ha-ha-ha-ha. Végre csend van az osztályban. És élvezhetem a kedvenc kávém csodás ízét. Oh, a gyomrom! Figyellek titeket. Jól fogunk viselkedni? Persze. Most jön a csíntevés ideje? Csináljuk! A kedvenc kávéja felszolgálva, Mr. Myers. Ne öntse ki! Még szerencse, hogy a tanár tart aloét az osztályban. A leve remekül táplálja és hidratálja a kézbőrét. Mr. Myers is köszönetet mondhat nekünk. Ez a két lázadó együtt találja ki a legszokatlanabb módját annak, hogy leckésztessenek meg egy tanárt. Szóval, ez nem az én hátam volt. Már megint készültök valamire? Szorgalmasak. Túlságosan is azok. Élvezem a pillanatot. Ah, a kávém! Ez a ti művetek? Oda ragadt a nadrágom a székhez. Hogy fogok most a kollégáimmal szembenézni? Miért van itt ez az izé? Csak ne a képet! Ti! A kép részévé váltál. Mit gondolsz a kéz hidratálásáról? Ti ketten már eleget játszottatok. Behívom apáitokat az irodába. Hoppá. Csak ezt ne. Ismerd meg Inid apját, a gazdag Mr. Sinclair-t. Régen voltam már iskolában. Aha, kezdek nosztalgiázni. Micsoda? Én ide egy lúzer? Ez nem igaz. Ki írhat ilyen hülyeséget? Azt hiszem, én tudom. Nincsenek itt a tanárok? Tudja meg mindenki a suliban, hogy ki itt a legnagyobb lúzer. Hé, mit csinálsz? Semmi. Mi? A manok kényszerítettek rá. Nem mozdulj, ifjú hölgy. Kérlek, csak ne vigyél az igazgatóhoz. Nem vagyok én olyan kegyetlen. Van egy feladatom számodra. Érdekel? Mit kell tennem? Semmi bonyolultat, figyelj! Amikor senki sem figyel, akkor tedd ezt. Ki az? Úgy tűnik, az iskolának új vendége van. Wednesday apja Mr. Adams. Más néven a szegény ember. Wow!
Jaj! Micsoda szörnyű időjárás! Olyan, mint a gimnáziumi időkben. Rég nem láttuk egymást, Mr. Adams. Hadd segítsek! Téged is behívtak, Sinclair. Úgy tűnik, a lányaink jól kijöttek egymással. Oh, hello, izé, szép manikűr! Egyelőre bújj el! Mehetünk? Talán a lányokat megdicsérik a jegyeikért. Ah, ők a dicsőségtáblán vannak. Nem, ők a fő bajkeverők. Nem erre számítottam. Végre itt vannak. Kérem, jöjjenek be az irodámba. Komolyan kell beszélgetnünk. Mit akar ez jelenteni? Én édapja olyan nagy lelkű. Tévedtem. Tényleg ő a legjobb. Milyen rendetlenséget csináltál? Nem én voltam. Komoly büntetés vár rád. Hová futsz? Micsoda pofátlanság! Szép munka! Kövessenek! Rossz híreket érzek, és bízom a vérfarkas érzékemben. És Mr. Myersnek bizonyára súlyos fokú narcizmusa van. A nagynénémnek is ilyen volt. Igen, az igazgató is maximalista. Már értem, miért olyan szigorú. Erre később még szükségem lehet. Egy kicsit aggódom. Feltartottak, meg kellett dorgálnom a diákokat. Hangosabban beszéltek, mint kellett volna. Valami nincs rendben. Biztos vagyok benne, hogy az asztal másképp nézett ki, amikor elmentem. Mondják meg, mi hiányzik az asztalomról? Fogalmunk sincs. Nem nyúltunk semmihez őszintén. Valami eltűnt, de nem tudom kitalálni, hogy mi az. Írjátok meg hozzászólásban, hogy milyen tárgy tűnt el. Most pedig beszéljünk a lányaik viselkedéséről. Ez bűzlik a szegénységtől. Ez kínzás az érzékeny szaglásomnak. Még jó, hogy van nálam szegénység elleni spré. Nem akarok sznopszagot árasztani. Jaj, ne! Itt jön a taknyos támadás! Bújjunk el! Haci! Ezt elkerültem. Fúj! Ó, igen. Elfelejtettem, milyen esernyőm van. Bocsánat, allergiás vagyok a csillámporra. Ó, köszönöm, kedves kéz. Hello! És beszél is! Ó, nem már, megint! Áú! Az alma nem esett messze a fájától, mi? Megbüntetem! Hoppá! Micsoda csavar! Apu, te is itt vagy! Mit tettek veled? Mr. Sinclair, jöjjön a táblához! Én? Rendben. Írja le ezerszer azt a mondatot, hogy jó példát fogok mutatni a lányomnak! Szükséges ez? Én megdolgozhatok a találmányomon. Viselkedj! Addig is kitalálok egy új büntetést, úgyhogy ne zavarj! Jól fogod csinálni. Minden rendben van, drágám. Kell egy kis segítség. A megoldás a táblán van. Köszi, megvan, rendben. Már csak azt kell kitalálni, hogy semlegesítsük őt. Biztos van nálam valami hasznos dolog. Nem ez, ez sem. Ez nem fog segíteni, és ez mire kell nekem? Oh, megtaláltam. Épp ez az, amire szükségem van. Most már nem tudja felvenni, és nem fog látni semmit. Szóval nem vesztegetem az időmet, ennyi elég is. Befejeztem. Mi? Ennyi? Olyan jót álmodtam. Úgy csináltam, ahogy kérte. Nem látok semmit. Furcsa, miért nem tudom kinyitni a szemüvegemet? Mondtam, hogy működni fog. Ó! Oh! Mi az? Azt hitted, át tudsz verni? Ez csak egy félreértés. Mégis köthetnék egy üzletet. Nem fogadok el kenőpénzt. Ah, szegény, érzékeny füleim. Mi a fene? Újra kéne kezdeni az egészet. Hát, megvan, megvan. Ez most már biztos. Psz, a teleportáló készen áll, ideje lelépni innen. Végre. Én itt, velünk jössz? Hű, hova visz minket? El innen. Tedd a kezed a gombra, hogy működjön. Remélem, Hawaii-ra megyünk. Hol vagyunk? Rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Ó, oh! Érdekes. Börtönben vagyunk. Új szomszédok. Mutassuk meg nekik, ki a főnök.
vesztesek! Siessetek és javítsátok, meg teleportáljatok! Már majdnem megijedtem. Tessó, szabadok vagyunk! De mi ez a hely? Egyes, viselkedjetek! Üljetek le most! Igen, uram! Rosszabb, mint az igazgató. Hogy jutunk ki innen? Örökre itt ragadtunk, nekünk annyi. Ezúttal horrontottam el. Reménytelenek. Azt hiszem, megoldottam. Kérlek, hagyd abba! Megint a cellában vagyunk, micsoda öröm. Itt sokkal jobb. Újra a suliban vagyunk. Az igazgató nincs itt, és már 7 óra van. Akkor szabadok vagyunk? Megyek, megnézek valamit. Az ajtó zárva. Ez egy dolgot jelent. Myers úr hazament, és itt hagyott minket éjszakára. De a gazdag Sinclair és a szegény Adams családot még éjszaka is meglepetés éri. Az iskola most üres, ez tökéletes lehetőség számomra. Valaki készül valamire. Be van zárva. Félsz, hogy valaki ellopja a filceket? Tudom, mit kell tennem. Minden alkalomra való körmök segítenek. Lehet, hogy rabló. Óvatosnak kell lennem. Kész. Jobb, ha nem csapunk zajt. És az iskola éjszaka még hátborzongatóbb, mint nappal. Úgy figyelek, ahogy apa tanította. Tökéletes. Az összes plakát ki van téve. Lehet, hogy kapok plusz fizút. Ki van itt? Csapdába estél, tolvaj. Ne érj hozzám! Hová szaladsz? Valakit kínoznak? Engedj el, kérlek! Mi folyik itt? Sok mindenről lemaradtunk, amíg aludtunk. Messzire mentek? A sors elől nem menekülhetsz. Én ide a legjobb. Anyu, én félek! Wednesday, várj! Azt hiszem, tudom, hogy ki az. Itt egy kis félreértés történt. Engedd el! Ments meg, Mr. Sinclair! Nem szeretem ezeket a plakátokat. Nekem sem tetszenek. Ne nézz rám így, ez ijesztő. Van egy javaslatom, hogyan lehetne megoldani? Psst, megteszed, amit kérek. Pénzt előre! Igen, nem gond. Megteszek mindent tőlem telhető. A kávé az egyetlen dolog reggel, ami nem irritál. Wednesday, és Inid a legjobb!